ott állok a hátsó sorban, és jön egy csávó, architex van, full, tehát látszik rajta a póló, minden, tehát gyakorlatilag az összes architex merch, ami tetőtől talpig kapható, az minden rajta volt. Éppen Sam Carter azt mondta a színpadon, hogy a következő számot testvéremnek küldöm, ezt mit mond a hátam mögött a csávó. Remélem a Doomsday-t azt nem hagyják ki. Ja igen, tényleg akkor megterítem. Tehát, hogy... mekkora fan lehet? Jézusom! Srácok, tegnap voltunk Budapest Parkba. Heriot, Sliptoken és Architex koncert volt. Ez most egy ilyen koncertbeszámoló, élménybeszámoló. Mert ez nekünk egy élmény, és kevés időnk van arra, hogy elmenjünk koncertre, meg hozzáteszem, már régóta vártam azt, hogy lássam az architektet élőben, és hát a Sleep Token az nekem egy ilyen újabb élmény, egy újabb nagyszerű zenekar, akiket nagyon megszerettem, és hát őket is nagyon szerettem volna élőben látni, úgyhogy az ilyen kettő az egyben koncert volt számomra. Hát nekem főleg inkább a Sleep Token volt, nekem az architekt az annyira nem az én műfajom, van egy-két jó számom. És nincsen mikrofonunk, tehát ami elmegy itt repülőgép, ez nagyon be fog most oda hallatszódni, és lehet, hogy sok mindent nem fogtok belőlünk hallani, de megpróbálok a legtöbbet kihozni ebből. Így van, tehát hogy nekem inkább a Sleep Token volt az, amelyiket vártam, és akit szeretek. Nagyon sok számot leadtak, aminek én nagyon örültem. Tehát egy változott a setlist valószínű. Igen, tehát hogy itt jóval több számot lejátszottak, mint amit előzenekar leszokott játszani. Ennek én kifejezetten örültem, mert az architekt, az mondom, az nem teljesen az én műfajom. Tényleg egy pár szám volt, amit én is ismertem, de nagyon jó hangulatot csináltak egyébként, tehát annak ellenére, hogy nem az én világom, iszonyat jó hangulat volt, nagyon jó volt a hangzás, tényleg így. Nekem az volt a furi, nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy nagyon kevesen voltak ahhoz képest, hogy mondjuk egy Budapest Parkos koncert ki tud nézni. Ez más téma. Viszont igen, tehát hogy lehetett látni azt, hogy a Sleep Token fanok is azért, hát azért megosztottak a Sleep Token fanok, vannak az alapvető Sleep Token sláger, ismerő Sleep Token fanok, és igen, vannak azok, akik nagyjából ismerik a teljes munkásságukat, tehát mindenki feltette a telefont, amikor az Alkalány vagy a Hipnózis szólt. A többi számot azt annyira nem, de ezzel semmi probléma nincsen. Szerintem a szervezőség is tudta azt, hogy itthon még annyira nem ismertek. Attól függetlenül, hogy talán egy Wembley töltött meg 10 perc alatt. Egy Wembley stadiont. Itthon még nem terjedt el, viszont szerintem, hogy mondjam, a setlist az idővel alakult és bővült, ugyanis egyre ismertebb lett szerintem itthon. Mert ahogy néztem, előzenekarként a Sleep Token 5-6 számnál többet nem játszott, itt viszont legalább 10-et, tehát majdnem egy full shot tolt. Igen. A Sleep Token, és nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó volt a hangzás, az architekthez képest annyira nem, mert az architektet totálisan felhúzták. Hát viszont, az nagyon komoly. Viszont az idehozta a Rockenringet. Igen, az architekt az idehozta Woodstockot, az mindent idehozott. A vizuális technika, mindent, tehát nagyon látványos volt hangzásra is, tehát tényleg. Igen, igen, de sokszor azt érzem, hogy látjuk azt, amikor megtölt egy, mit tudom én, egy Majka egymás után két nap egy Budapest Parkot, de egy architex, tehát gyakorlatilag egy worldwide, egy globálisan ismert metal zenekar idehoz egy olyan showt, egy olyan vizuált, egy olyan hangzást, egy olyan hozzáállást, ami példátlan, és fél park. Igen, és a fél ez park. Olyan furcsa volt. Én azt hittem azért, hogy többen lesznek. Én azt hittem, hogy ott fogunk heringezni, de nem. Tehát, hogy jó, nem akarom azt mondani, természetesen minden videómban kell, hogy legyen valami offenzív megnyilvánulás, de valahol örülök annak, hogy itt tart a magyar zenei közízlés. Amikor koncertre megyek, csak akkor. Mert akkor legalább a jó zenekarokon nincsenek sokan. Nem volt tömegnyomor, ez tényleg. Igen. Nagy élmény volt, mondom,
annak ellenére, hogy én nem vagyok fan. Igen, tehát hogy mi nem járkálunk hetente koncertezni, egyrészt időnk sincs nagyon, meg nincsenek olyan zenekarok, nem jönnek ide, ami konkrétan engem nagyon érdekelne. A te perspektíváid tágabbak, mert te hallgatod ide a magyar mainstreamet is, én abszolút nem. Viszont, ja, elég durva az, hogy körülbelül a Doomsday-t az, hát tized annyian énekelték a parkban, mint a kicsi gesztenyét a TNT koncert. Ennek van némi bája. Igen, de azért tényleg ez, hogy én... Jó, de nyilván ez nem elvárható, hogy mindenki ismerje egy metalcore zenekarnak alapvetően az egyik legnagyobb slágerét, de azért a nagyszámok törvény alapja mégiscsak azért... Nem tudom, mégiscsak. Úgy várom el, hogy közben azt mondom, hogy nem várom el, de mégis azért benne van az elve. Akkor ott voltam és láttam azt, hogy félig volt tele a Budapest Park, félig. Egy Architex, egy Slip Token duónál, akkor kicsit így elgondolkodom rajta, hogy egyébként, tehát hogy ezek stadionokat, tehát hogy ezek előtt 50-60 ezer ember szokott tombolni. Igen, tehát hogy azért, és hogy aki már oda eljött, azt úgy feltételezett, igen, hogy ismeri ezeket a, de nem a ez számokat. Volt... Egy-egy kivétele, mint igen, mondjuk én. Igen, de ez nem volt probléma, igen, hogy ennyien voltunk, sőt, mondom, ennek igen, nagyon-nagyon örültem, volt, hozzáteszem, ezt szárazon néztük meg ezt a koncertet. Igen, nem, szerdai napra esett, tehát ez igen. A pia meg az ilyen dolgok mind kimaradtak, nem mindenkinél, ez látszott. A közönség nagyon jó volt, viszont ami érdekes, hogy mivel én annyira nem mozgok ebbe a szubkultúrába, nekem az, hogy még vannak ezek az ilyen tetőtől talpig feketében vagyunk, meg ez a metalcore, mit tudom én, set, meg ezek nálam totál, de oda mentem egy ilyen sárga inkbe, meg egy ilyen teljesen világos kék farmerbe, meg egy kockás slipomba, azt úgy ragyogtam ott, mint az eshajnal csillag, a sok fekete izé, deathcore-os, meg Suicide Silence pólós, meg mindenki. Tehát én azt hittem, hogy ez már azért nincs ennyire, de gyakorlatilag mindenki feketében pompázott. De ezzel nem volt nekem kicsit, tehát csak annyi volt a problémám, hogy kicsit kitűntem a tömegből, hogy valaki észre akart engem venni, akkor az észre vett. Könnyelmek volt, megtaláltunk téged, ha eltűntem volna. Igen. Kevés koncerten voltam a parkban alapvetően, és én ilyen tiszta, ilyen jó hangzást, ami az Architexnél volt, én ijedtem, hogy a parkban, én sehol nem tapasztaltam. Tehát, hogy a park nagyon kitett magáért. Nagyon durván kitett magáért a hangtechnika. Nagyon profi volt, igen. Az egész, a vizuál, minden tökéletes volt. Szemnek a hangja, az gyönyörű szépen lehozta a koncertet. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy látta, hogy azért nem 50 ezer ember előtt. Igen. Tehát azért szórakoztatta a közönséget. Mellesleg nekem tetszett ez, hogy ennyire nyitottak voltak. Ugyanúgy kezelték ezt a közönséget, mint azt a közönséget, amikor elmennek egy Rockemringen vagy egy Notfesten vannak. Igen, és ez nagyon tetszett. Tehát azért jóval kevesebben voltunk. Igen. A Slip Token, hát az lejjebb volt nyilván tekerve. De az is nagyon jó volt. Nekem nagy élmény volt. Az ott nyilvánvalóan nagyon sok ember számára nagyon nagy élmény volt, aki most látta először őket. Most bemutatkoztak. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy azok az emberek, akik eddig nem találkoztak ezzel a zenekarral, mit szólhattak hozzá, hogy most így élőben, oké, most itt van ez a Slip Token, az Architex előtt, na de ezek kik? De azért sokan látszott, hogy direkt a Slip Token miatt jöttek ki külön. Igen, sokan. Úgy voltak kifestve, meg minden, tehát ami a Slip Token. Hát meg Slip Token merchekben, meg ilyenek. Igen, alapvetően igen. Én is, tehát nekem is akkor fordult meg a jegyvásárlás gondolata, amikor megtudtam, hogy a Slip Token lesz az előzenekar. Igen. De hát lehet kilométeres volna. Sorok álltak egyébként. Lehet mentem volna amúgy simán csak Architexre is, de így minden egyes forintját megérte ez a koncert. Igen, abszolút. Az a Heriot az elején nem volt rossz, nem tudom mindenkitek, szerintem az a tipikus, de az a valaki valakinek őket. A valakinek. YouTube-on meghallgattam a zenéjüket, élőben hozzáteszem, szerintem jobbak voltak, tehát nekem nem jött át az a YouTube
videóikból, mint ami élőben. Élőben jók voltak, nem voltak rosszak. Én nem mondom azt, hogy nagyon jól előhangoltak a Sleep Tokennek, mert két teljesen különböző hangzásvilág, és az egyikből nem következik a másik, mondjuk a Sleep Tokenből se következik az Architects. De, igen, az egy kicsit más. De azért a Sleep Token az nagyon, tehát nekem az volt az, amikor én eldöntöttem, hogy én erre a koncertre szeretnék. Igen, most nagyon sok Sleep Token hater van, minél jobban szeretnek egy zenekart, minél jobban hype-olnak, annál jobban utálják valamiért. Én nem tudom ennek mi az oka. Igen. Igen, viszont zseniális, amit lehoznak élőben. A Vessel hangja, az, tehát hihetetlen, hogy ugyanaz, ha nem jobban lehozza, mint lemezen. Igen, tehát abszolút teljesen. És még hozzá is adnak magához az egy, tehát nem volt egy ilyen leszarom stíl az egészben. Tehát, hogy nem, én azt éreztem, hogy mind teljesen oda tették magukat, független attól, hogy hol vannak, és független attól, hogy kiknek játszanak, és hogy hány embernek játszanak. Több mint egy órán keresztül játszottak. Több mint egy órán keresztül. Igen, több mint egy órán keresztül játszottak. Úgyhogy erre ugye én sem számítottam, hogy még jön egy szám, hú, mondom, itt azért ez így komoly. És igen, csak a hátul álltunk, aztán pont azt mondtam, hogy nézd meg, most megy a, mit tudom én, a akármelyik szám a Meteor, mit tudom én, a Architects-től, és akkor ott álltunk hátul, körülbelül a közepén a Budapest partok, azt mondom, nézd meg, most izé lenne, de akkor mindenki, már itt szoronganánk itt hátul, hogy mindenki az fucked biztos. Up, I'm going to pop up. Tehát, hogy akkor biztos, hogy ki lettünk, de nem baj. Tehát, hogy, nem tehát baj, ez így jó volt. Ha busztokon idehozza, akkor az csak a park felét érdekli. Vonok le ebből következtetéseket, ami szerintem így átadok a szavaimat, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nagyon jó volt és nagyon jó élmény. Én nem is tudtam, hogy van ott Meki. Tehát ez nekem tök új. Igen, azt hogy néztem. Régen talán KFC volt, de nem vagyok vagy benne. Meki. Valami kajáda volt ott, az biztos. Mert mikor Deftonson voltunk, akkor nem tudom, hogy volt-e Meki vagy nem, de valami tudom, volt ott. Akkor nem a küzdőtéren volt. Igen, akkor teraszon akkor voltunk. Ez úgy kiesett akkor. Igen, Deftones az más volt, mert a Deftonesnál kicsit úgy éreztem, mintha az emberek unalomból mennének ki. Itt viszont sokan nem ismerték. Sokan azt se tudták, hogy hol vannak. Néztem, igen, itt az Architects-nél viszont, vagy azt láttad, hogy valakin Sleep Token, vagy Architects pólóban. Igen, tehát ezt kifejezettem értük jöttek. Igen, a trúfanok is kimentek. Igen. Koncert az, hát hogy mondjam, az Architects részéről nagyon-nagyon steril volt. Végigvitték az egész koncertet úgy, hogy gyakorlatilag tök hibátlan. Abszolút. Szinte playback szintű tökéletességgel játszották el a számokat. Ezt a Sleep Tokennél nem hallottam. Ott azért, hogy mondjam, sokkal jobban belevariáltak a számokba, és amikor énekeltem, igen, és felviszi a hangját Vessel a lemezen, akkor én is automatikusan fejle viszem, de kicsit megtréfált minket, igen, az énekes. De ez azon, nem hogy baj, ez kell. Nem baj, nem baj, ez kell. Jó, csak akkor kicsit hülyén hangzik, amikor én elordibálom magam, kicsit megpróbálok egy magasabb hangot adni, meg leviszi, és akkor az én hangomat hallja mindenki. Igen, ez ennyi. Ja. És még virítottál is a sárga pólódban. És még virítottam a sárga csíkos ingemben. Nem is értem, hogy ez a szettesz, hogy jött ez a koncert. De én azt hittem, hogy itt igazából nincs már lazáskodás lesz. Hogy ez a szubkultúrának, ez a öltözködési process, ez már itt kiment. Hogy ez a fekete, szegecses mindenhol, azt hittem, hogy ez már így nincsen, de nem baj, hogy ez van. Egyáltalán nem van, csak én vagyok már boomer és öreg. Mert már boomerek is öreg. Öregek vagyunk. Öregek én is gondoltam, fekete gatyát felvesztek, de hát abban nem megyek fekete pólóba, nem megyek tök feketébe, hát nem gyászolni akarok, hanem szórakozni. Tehát, és így oda mentem, és mindenki full feketébe volt, tehát mondom, nem tűntem volna ki akkor a full feketébe. Igen, pont azt mondta nekem a haverom, hogy figyelj, mindjárt leszólít valaki, hogy haver, nem tédanira jöttél. Ha igen, oda lehet, hogy jobban Manuel egy hónap múlva lesz. Ez nem az. Na jó, srácok. Nagyon jó volt a koncert. Ez volt a még csodálatos élménybeszámolónk. Aztán majd jövünk a következő csúdió videóval. Sziasztok! Sziasztok.